Idén januárban 3596 vállalkozást törölt a cégbíróság, 15%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban, közölte az Opten céginformációs szolgáltató. Előrejelzések szerint 2016-ban jóval kevesebb vállalkozást törölnek majd Magyarországon, mint a rekordot hozó 2015-ös évben, amikor több mint 50 ezer társaság szűnt meg. Az idei eredményre hatással lesz az új polgári törvénykönyv előírása is, amely szerint a KFT-k törzstőkéjét 3 millió forintra kell emelni. Jelenleg több mint 120 ezer KFT nem felel meg a követelménynek, ezeknek a cégeknek március 15-éig kell teljesítenük ezt a feltételt. A cégvilág tisztulását jelzi, hogy míg 2013 közepén 610 ezer társaság működött Magyarországon, a számuk tavaly évvégére 560 ezerre csökkent, méghozzá úgy, hogy ugyanebben az időszakban csaknem 73 ezer új vállalkozás is alakult. Dr. Szücsné, Dr. Vida Ágnes a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét, köszönöm. A megyében hogyan alakulnak azok a számok? Az országos tendencia itt is leképeződik? A megyénkben az újonnan alakuló cégek és a törölt cégek száma is, visszatekintünk az utóbbi két évre, évről évre csökken. Nagy mértékű csökkenést nem tapasztalhatunk, de folyamatos csökkenés mind az alakuló cégek számában, mind a törlésre kerülő cégek számában megfigyelhető. Mennyire életképesek a megyebeli cégek? Egyáltalán miből lehet erre következtetni? Ha arra gondolunk és vizsgáljuk azt, hogy milyen okból kerül törlésre egy cég, akkor láthatjuk, és ez a két évet tekintve, 2014 és 2015-öt, akkor a felszámolási eljárások befejezéseként történő törlésre nagyjából az összes törlés számához viszonyítva fele arányban kerül sor. Tehát úgy gondolom, hogy azért ez elég nagy szám, illetőleg jelentős arány, mert hogy tudjuk, hogy a felszámolás folytán törölt cégek nem fizetőképesek, és ezért kerül sor a törlésükre. A többi az miért szűnik meg zömmel? Nagyon kis hányadban szűnnek meg azok a cégek, ahol nem jellemző az, hogy életképtelen lenne maga a cég, csak egyszerűen tulajdonosi döntés következtében úgy döntenek, hogy megszüntetik, ez a végelszámolással való törlés. Jelentősebb azon cégtörlések száma, ami a cégbíróság intézkedésének a következménye, tehát törvényességi intézkedés eredményeként kerül sor a cég törlésére, akár azért, mert törvényes működés nem biztosítja, vagy akár azért, mert székhelyen nem található, tehát fantomcégnek tekinthető. Mondhatjuk tehát, hogy ez egyfajta tisztulási folyamat a vállalkozások körében. Azt, hogy a cégbíróság intézkedéseinek nyomán is törlésre kerülnek a cégek, igen, mondhatjuk ezt is. Mennyire jellemző a vállalkozási kedv a megyében, és ezt nyilván az új cégek alakulása vagy alapítása meghatározó? Hát ha azt nézzük, hogy 2015-ben hány cég alakult, akkor 2014-hez viszonyítva ez a szám alacsonyabb, tehát 856 cég alakult 2014-ben és 676 2015 évben, tehát bizonyos fajta csökkenés tapasztalható, az is látszik, hogy nagy része ezeknek a cégeknek KFT cégformában alakul. Ezeket a számokat nyilvánvalóan befolyásolni fogja az, hogy ugye a törzstőkét meg kell emelni március 15-ig. Ezt a határidőt, ezt hogyan kell tekinteni? Ez nyilván még a bejegyzésnek nem kell megtörténnie, de mi az, aminek meg kell történnie? Addig? Tehát március 15-ig a jelenleg hatályos szabályok szerint a társaságoknak dönteniük kell arról, hogy áttérnek a PTK-ra, tehát a új PTK rendelkezéseivel összhangban működnek, és ennek egyik feltétele, hogy a tőkéjüket a törvényi szabályozásnak megfelelően 3 millió forintra emeljék föl, tehát meg kell születnie ennek a döntésnek. Ezen időponthoz, tehát a március 15-éhez képest 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy azt a kérelmet a változás bejegyzése érdekében a cégbírósághoz előterjesszik, vagyis április 14-én telik le a 30 nap. Milyen módon tudják ezt a törzstőke emelést megtenni? Az egyik nyilván egy tiszta dolog, a tagok a tulajdoni hányaduk arányában befizetik ezt a bizonyos törzstőkét, de mi az, amit figyelembe vehetnek? Így van, tehát az első alapvető mód az, hogy vállalnak többletbefizetést. Ezen kívül, hogyha a társaság tőke erős, akkor lehetőség van arra, hogy a jegyzett tőkén, tehát a törzstőkén felüli vagyonnal is emeljék ezt a jegyzett tőkét, ezt a számviteli beszámolóval tudják alátámasztani, azzal tudják igazolni, hogy megvan a fedezet,
és ez azt jelenti, hogy a jegyzettőkén felüli vagyonnal gyarapodik ugye a törzstőke, és a tagok törzsbetétei a saját társasági szerződésben meghatározott arányukban is emelkedni fognak ennek megfelelően. Mi történik, ha valaki nem teszi ezt meg határidőre? A március 15-e, illetőleg az április 14-i bejegyeztetési határidő elmulasztás esetén a cégbíróság ezekkel a mulasztó cégekkel szemben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet. Nyilván az ügyteher, illetőleg a rendelkezésre álló bírói kapacitás függvényében is. Ennek az eljárásnak a célja az, hogy a cégeket rászorítsuk arra, hogy ezeknek a törvényi kötelezettségeknek eleget tegyenek. Végső esetben sor kerülhet arra, hogy a cégbíróság intézkedése folytán fognak ezek a cégek megszűnni. Tehát visszatérve a kérdésére, tehát lehetséges, hogy a cégek törlésének számát befolyásolni fogja az, hogy mennyiben tesznek eleget ennek a kötelezettségüknek, illetőleg a cégbíróság ezt mennyiben fogja megkövetelni ezektől a cégektől. Ennek a folyamat azért gondolom nem rögtön törléssel kezdik, hanem esetleg valami felszólítás vagy bírság kiszabása. Nyilván a törvényességi felügyeleti eljárás megindulásáról nyilván a céget értesítjük. Amennyiben nem tesz eleget felhívás ellenére a tőkepótlásnak, illetőleg az áttérésnek, abban az esetben a bírói gyakorlatot figyelembe véve elsőként pénzbírságot szoktunk a cégekkel szemben kiszabni. Tény, hogy ez a pénzbírság minimum összege is 100 000 forint, és a maximum összege 10 millió forint. Tehát és az első intézkedés mellett ki kell szabnunk az eljárási illetéket is, amelynek összege szintén 100 000 forint. Tehát az első intézkedésünk az egy 200 000 forintot jelent a cégek számára. Itt a megyében, illetve a nyíregyházi törvényszék illetékességi területén hány olyan KFT van, aki ebben érintett? Hát a jelenlegi adatok szerint 3817 olyan cég van, akiknek a tőkéje nem felel meg a tőke követelményeknek, tehát akiknek föl kell emelniük jellemzően 500 000 forintos törzstőkét 3 millió forintra. Mennyire készült fel erre a bíróság? Hát a cégbíróság ugye készül, és ennek eredményeként mind a munkaszervezésben, mind pedig a számítógépes programban úgy tűnik, hogy a feltételek adottak, bár visszamenő tapasztalatok jelzik, hogy a cégek nem határidőt megelőzően jóval, hanem a határidő utolsó napjaiban, illetőleg esetleg abból kicsúszva is röviddel nyújtják be ezeket a kérelmeket, tehát várható, ha a szabályozás ebben a formájában változatlanul marad, hogy egy dömping érkezés ott április körül eléri a cégbíróságot. És ha már itt sugalta, hogy ha így marad a hatályos törvény, akkor nem hallgathatjuk el, hogy holnap azért egy fontos döntés várható a parlamentben. Igen, az országgyűlés honlapján megtalálható az a törvénytervezet, ami 26-án került benyújtásra, ami azt célozza, hogy ezt a törvényi határidőt kitolja a törvényalkotó további egy évvel, tehát amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor 2017. március 15-ig van a cégeknek, KFT-nek lehetőségük arra, hogy a tőkéjüket felemeljék 3 millió forintra. Akkor érdemes nézni a híreket. Így van. Dr. Szűcsné, dr. Vida Ildikó, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget.